A törvénykiadás. Felkele Józsué és Mózes, elindulnak a hegyre, hogy Mózes ott a törvényt átvegye. Türelmetlen lévén a nép, látván, hogy Mózes késik, aranyborit készítének Áron és a vénei. Eredj le a te népedhez, így szól az Úr Mózesnek. Hamar letértek azon útról, melyen eddig vezetted. Azért hagyd nekem most békét, hadd gerjedjen haragom, töröljem el őket végre, s réád áldásomat adjon. De Mózes így esedezik, emlékezz ígéretedre. Ábrahám magvát megtartod, nem törlöd el örökre. De Mózes csendben a két táblát összetörte. És itten a nép megint zugolódásra vették. És az Úr megsegítette, hogy újból a táblát az Úr a saját ujjával írta meg. Ma délelőtti Biblia tanulmányunk egy közismert Jézusi példázat lesz, a tékozló fiú példázata. Szerintem nagyon jól ismerjük mindannyian ezt a történetet. Előtte az Úr Jézus elmondta az elveszett pénzről szóló történetet, utána vagy példázatát, azután az elveszett juhról, és legvégül pedig az elveszett emberről. És a ma délelőtt folyamán én azt szeretném, hogy olvassuk végig a történetet, de csak egyetlen gondolatával foglalkoznánk majd. Nyissuk ki a Bibliát Lukács evangélium a 15. részénél, és ott a 11. verset, 11. verstől olvasom végig a történetet. Tehát Lukács 15, 11-től. Mondta pedig, egy embernek volt két fia, és mondta az ifjabbik az ő atyának, atyám, add ki a vagyomból rám eső részt. És az megosztotta közöttük a vagyont. Nem sok nap múlva aztán a kisebbik fiú összeszedvén mindenét messze vidékre költözött, és ott eltékozolt a vagyonát, mivel hogy dobzódva élt. Minek utána pedig mindent elköltött, támadt nagy éhség azon a vidéken, és kezdett szükséget látni. Akkor elmenvén hozzászegődött annak a vidéknek egyik polgárához, és az elküldte őt a mezeire disznókat legeltetni. És kívánta megtölteni az ő gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek, de senki nem adott neki. Amikor aztán magába szállt, mondta, az én atyámnak mi sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg. Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom néki, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. És felkelvén elment az ő atyához, mikor pedig még távol volt, meglátta őt az ő atya, és megesett rajta a szíve, és odafutván nyakába esett, és megcsókolta őt, és mondta néki, a fia, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Az atya pedig mondta az ő szolgáinak, hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá, és húzzatok gyűrűt az ő kezére, és sarut az ő lábaira. És előhozván a hízott túlkot vágjátok le, és együnk, és vígadjunk, mert ez az én fiam meghalt, és feltámadt, elveszett, és megtaláltatott. Kezdtek azért vígadni. Az ő nagyobbik fia pedig a mezőn volt, és mikor hozzájövén, közelgett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. És előszólítván egyet a szolgák közül megtudta, mi dolog ez. Azt pedig mondta néki, a te öcséd jött meg, és atyád levágatta a hízott túlkot, mivel hogy egészségben nyerte őt vissza. Erre ő megharagudott, és nem akart bemenni.
Az atya annak okáit kiment, kérlelte őt. Ő pedig felelvén mondta atyának, ímé ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked, és soha parancsolatodat át nem hágtam. És nékem soha nem adtál egy kecska fiat, hogy az én barátaimmal vigadjak. Mikor pedig ez a te fiad megjött, aki paráznákkal emésztette föl a vagyonodat, levágattad néki a hízott túlkot. Azt pedig mondta néki, fiam, te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tied. Villadnod és örülnöd kellene hát, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadt, elveszett és megtaláltatott. Ahogy mondtam, minden szavát és minden gondolatát ismerjük ennek a történetnek. Én azt szeretném megragadni veletek közösen, azt a gondolatot, ami úgy hangzott, hogy elveszett. Elveszett. A fiúság elvesztéséről van itt szó. Mit jelenthetett abban az időben a fiúság elvesztése, és mit jelenthet ennek a lelki mondani valója ma? Ezt a következtetést mindannyiunknak magunknak kell levonni. Nagyon érdekes az, hogy ez a fiú, aki elment otthonról, eltékozolta a vagyonát, egyszer csak megfordul a fejében egy gondolat, azt mondta, az én atyámnak házában sokkal jobb dolgom volt. El kellett jusson arra a mélypontra, amikor ezt felismeri, és azt mondja, hogy nekem otthon sokkal jobb dolgom volt. Fiúként sokkal jobb dolgom van. Most pedig szolgaként, rabszolgaként disznókat etetek. Ez a fiú valóban elvesztette a fiúságot? Na, valóban. Ő maga is úgy ítélte meg, hisz azt mondja, hogy oda megyek az én az atyámhoz, és azt mondom neki, hogy nem vagyok immár méltó. Önként lemondok a fiúságomról, hisz eljátszottam. Vége. Nem is várhatom. Eszembe se jut, hogy visszakönyörögjem magam fiúként, hanem mit teszek. Azt kérem az atyától, hogy legalább szolgának, béresnek vegyél vissza. Ez lesz a mai témánk. A fiúság és a szolgaság. Mennyire végig vonul a Szentíráson, de nem csak a Szentíráson, hanem az egész emberi történelmen ez a nagy, hatalmas kérdés, hogy fiúság vagy szolgaság. És hogy ez nem egy emberi találmány, az bizonyítja a Szentírás. Ugyanis a Szentírás az első laptól kezdve a végéig arról beszél, hogy a Jóisten, az Atya nem egyebet akar velünk, mint azt, hogy újból fiúk legyünk, fiak legyünk. És ezt a gondolatot, és ezt a logikát nagyon sokféle szempontból végig lehet kutatni a Szentíráson. Én ajánlom mindannyiunknak ezt ilyen házi olvasmánynak, szenzációs dolog. Ebből a szempontból kutatni a Szentírás, hogy az Isten mi mindent megtett az első betűtől az utolsóig, és megtesz az emberi történelem a megváltás terve folyamán azért, hogy az ember a szolgaságból, a fiúságba visszajusson, ez valami csodálatos és felemelő olvasmány és kutatás. Ma délelőtt természetesen nem jut mindenre idő, de egy bizonyos szempontból az én logikám szerint ezt nézzétek el, végig fogjuk nézni. A Szentírásban gondoltatok-e arra, hogy a 10 parancsolat kihirdetése után mi volt a polgári törvények közül az első vagy a második? Mert hogy a 10 parancsolat az ugye
az a gondolatunk középében ott van, beszéltünk ma már róla a szombatiskolában is, ez természetes. De a 10 parancsolat kiirdet után Mózes egy csomó-csomó polgári törvényt ír le. Ezt tudjuk, ugye? Nem a kedvenc olvasmányunk közé tartozik, meg is értem. De lapozzuk most föl együtt Mózes második könyvét, ott a 21. részt. Mózes második könyve, 21. rész. És ott az első, illetve második verset olvasnám. Ha pedig héber szolgát vásárolsz, 6 esztendeig szolgáljon, a 7. pedig szabaduljon fel ingyen. Ez a második törvény. Az első az volt, hogy hogyan építsd az Istennek az oltárt. Érthető, teljesen világos. És majd csak ezek után jönnek a polgári törvénykönyvnek azok a részletei, hogy hogyan kell elrendezni azokat a dolgokat, hogy. Hogy kell bánnia gyilkosokkal, hogy kell bánnia házasságtörőkkel, és csomó minden apró részletig leírva. A második, legfontosabb az volt, hogy hogyan bánj a szolgáddal. Miért? Miért volt az Istennek ennyire fontos, hogy rögtön az elején a 10 parancsolat kihirdetése után arról beszéljen, hogy ha a héber szolgád, ha a testvéred, vértestvéred szolgát vásárolsz, 6 esztendeig szolgáljon, a 7. pedig szabaduljon fel. Az Isten ezzel a törvénnyel pont azt akarta kifejezni, ezzel a törvénnyel is, hogyha még bárki emberfia olyan helyzetbe kerül, hogy el kell adja önmagát szolgaként, az se tartson örökké. Van felszabadulás. Van visszatérés a fiúságba. Ha az Isten kifelejtette volna ezt a törvényt, működött volna a világ? 6 évenként, vagy 7 évenként szabadítsd fel a szolgáidat. Működött volna, igaz? Sajnos tovább is kell lépnünk a történelemben, ugyanis gondoltunk arra, hogy a babiloni fogság miért keletkezett? Miért engedte meg a Jóisten? Ezért is nem engedték. Az egyik oka ez volt. Olvassuk-e Jeremiás könyvét? Jeremiás 34. fejezete. És ott a 8. verstől olvasnám kivonatosan. Jeremiás 34, és a 8-tól. Ez a beszéd, amelyet szólt az Úr Jeremiásnak, minek után a Sedékiás király szövetséget kötött az egész Jeruzsálembeli néppel, szabadságot hirdetvén köztük, hogy ki bocsássa szabadon szolgáját, és ki az ő szolgáló leányát, a héber férfit és a héber lányt, hogy senki ne szolgáltasson közöttük az ő júdabeli atya fiával. És engedelmeskedett mindenki a fejedelmeknek, az egész nép, és leírja, hogy engedelmeskedték, és elbocsátották a szolgákat. De a 11. vers, de azután eltávoztak, és visszahozták a szolgákat, és a szolgálólányokat, akiket szabadon bocsájtottak, és őket szolgákká és szolgálólányokká tették. És lőn az Úrnak szava Jeremiáshoz mondván, ezt mondja az Úr Izrael Istene, én szövetséget kötöttem, azaz szerződést kötöttem veletek, a ti atyáitokkal, azon a napon, amelyen kihoztam őket Egyiptom földréről, a szolgálatnak házáról, hogy mikor a 7 esztendő eltelik, ki bocsássa el az ő héber atya fiát, aki néked eladatott, és 6 esztendeig szolgáljon, utána pedig bocsásd el, de nem hallgatottak a ti atyáitok én rám. Fülüket sem hajtották erre, és ti ma megértettétek, és igazat cselekedtetek én előttem, ki szabadságot hirdetvén az ő atya fiának, és én előttem szövetséget kötöttetek abban a házban, amely az én nevemről neveztetik, de eltávoztatok, elváltoztatok, és beszennyeztétek az én nevemet, és ki visszahozta az ő szolgáját, és ki az ő szolgáló leányát. Azért azt mondja az Úr,
Ti nem hallgattatok én rám, hogy ki szabadságot hirdessen az ő fele barátjának, íme én hirdetek néktek szabadságot, azt mondja az Úr, fegyverre, dök halálra. A Jóistennek ez egy sarkalatos elve volt, hogy szabadon kellett engedni a szolgákat. És aki nem tette ezt meg, azon nem tudott az Úr csak úgy átlépni. Miért? Mert az egész Szentírásnak, az Istennek az egész eszmeiségét sértette meg az az ember, aki ezt megmerte csinálni, hogy szövetséget kötött, szerződést kötött, hogy elengedi, és aztán meggondolja és visszahozza. Azaz fogságban tartja, azaz a fiúságot nem adja vissza. Ki csinálja ezt ezen a világon? És miért nem engedi Isten, hogy így működjön a világ? Isten igazságos. Ezért vitte az Isten, ez volt az egyik ok, hogy megengedte a Jóisten a babiloni fogságot. Tehát láthatjuk azt, hogy a Szentírásban végigvonul ez a szolgaságból, a rabszolgaságból való szabadulás gondolata. Már ott van az Egyiptom, már említette a felolvasott ige szakasz. Az Egyiptomból való kivonulás bekerül a 10 parancsolatba. Én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak téged, honnan? A szolgálat házából. Mit hirdet az Isten? Hanyadik parancsolat is ez? Tessék? Első. Mit hirdet az Isten? Törvényként. Az embereknek? Azt, hogy én megszabadítalak a bűn fogságából. Óriási üzenet ez, testvérek. Óriási üzenet. Nézzük csak meg azt, hogy hogyan is működött régen ez a szolgaság. Mert szerintem mi ezt nem értjük teljesen. Én legalábbis nem értettem teljesen, hogy hogy működött ez abban a régi letűnt világban. És olvassunk el egy érdekes történetet, szintén egy példabeszéd, de az Úr Jézus beszéde. Lukács evangélium 17. rész, 7-től a 10-ig olvasnám el. 17-es. Tehát Lukács evangélium 17. rész, 7. verstől a 10-ig. Kicsoda pedig közületek, kérdezi az Úr Jézus, aki ha van egy szolgája, és a szánt vagy legeltet, tüstént azt mondja annak, mihelyt a mezőről megjön, gyere elő, ülj asztalhoz. Sőt, nem ezt mondaná neki? Készíts vacsorámra valót, és felövézvén magadat szolgálj nekem, míg én eszem, és én iszom, és azután egyélte, és azután igyálte. Avagy megköszönjé annak a szolgának azt, hogy ezt művelte, amit néki parancsolt. Azt mondja az Úr Jézus, hogy nem gondolom. Ezenképpen ti is, mondja az Úr Jézus, ha mindazokat megcselekedtétek, amik néktek parancsoltattak, mondjátok azt, hogy haszontalan szolgák vagyunk, mert amit kötelesek voltunk cselekedni, csak azt cselekedtük. Bevallom őszintén, hogy ez az időszakasz engem sokáig egy kicsit zavart. Hát az Úr Jézus ilyen keményen beszél a szolgákról, ennyire szívtelen ez a dolog, hogy nem, mai világra emlékezt, csavarjunk még kettőt, én egyek először, én igyak először, erről szól a történet? Én úgy értettem meg, hogy nem erről szól ez a dolog. Van egy másik példázata az Úr Jézusnak, olyan jó, hogy ő ilyen sok példázattal tanít bennünket. Van a adószolga példázata. Emlékszünk arra? Azt mondja az Úr Jézus, hogy van két ember, az egyik ennyivel tartozik, amennyik másik meg amannyival. Hogyan működött tehát a régi világban, az Ószövetségben ez a kérdés, ez a szolgává? Hogyan válhatott szolgává? Az annyival tartozott, olyan rengeteggel, ugye nem is tudom hány ezer talentummal, hogy az egész életében se tudná megadni, de ő vállalta. Azt mondta, hogy légy türelmes hozzám,
Eladom magamat szolgának, és megfizetek mindent. Tehát, ha egy héber, szabad ember szolgává lett, akkor az azt jelentette, hogy ő tartozott. Adósa volt valakinek. Én adósod vagyok neked. Nem tudom megadni, mert eljátszottam, elszórtam a pénzedet, a tiédet, akkor volt rá törvényes lehetőség, azt mondtam, hogy én odadom magamat szolgának, te neked. És ha szerencsém volt, 2 év alatt leszolgáltam azt a pénzt, amivel tartoztam. Ha meg nem, akkor lehet, hogy 6 évig is ott kellett szolgáljak, de a 7. föl kellett volna szabaduljon. Értjük tehát akkor, mit mond az Úr Jézus? Amikor elmégy így szolgává teszed magad, és adósa vagy valakinek, akkor hogyha te neked az a dolgod, és azzal fizeted meg az adósságodat, hogy kiszolgálod a te hiteleződet, akkor nem teszel mást, nem te teszed a szívességet neki, hanem csak azt teszed, ami kötelességed. Azt teszed, ami egyébként te magad is vállalkoztál. És a Jóisten ebből az állapotból, ebből az elveszett fiúsági állapotból, ebből a szörnyű, megalázó helyzetből, képzeljük csak ezt el, hogy volt egy szabad, jómódú ember, aki élte a polgári életét, és elkövetett valami gigszert, ami miatt így eladósodott valakinek. Milyen megalázó az? És hogyha 10 000 talentumot tékozolt el, akkor soha nem szabadulhatott volna föl. De az Isten rendelkezett 7 év után, szabad legyen. Ha megnézzük az Új Szövetségben a szolga szó jelentését, nagyon érdekes következtetésre jutunk. Ezen sokat gondolkoztam. Úgy tűnik, mintha az Isten azt szeretné, hogy ne legyenek szolgák, hanem csak fiak. Igaz? Azt szeretné, hogy ne legyünk szolgák, hanem fiak legyünk. Mégis a Szentírás tele van egy csomó helyen, hogy legyetek az én szolgáim. Pál apostol például. Mint ahogy én is szolgája vagyok az Istennek. Hát hogy van ez? És ahogy én az sekélyes tudásommal utána néztem ezeknek a dolgoknak, több szóval fejezi ki az Új Szövetség a görögben, több szóval is kifejezi, amit a magyar csak szolgának fordít. És 3-at említenék meg, ami szerintem hangsúlyos az Új Szövetségben. Az első az természetesen a szolga, azaz rabszolga. A dűlös szó az kifejezetten rabszolgát jelent. Rabszolga. Van egy másik szolga szó, az pedig a diakónosz. Diakónus. Ismerős így? Igen. Ugye? Diakónus mit jelent? Segítő. Hát, ezt már talán értjük, hogyha valaki arra hív bennünket, hogy diakónusok legyünk, akkor azért az már nem ugyanaz, mint a fiúság elvesztése, azaz a rabszolgaság, igaz? Aztán van egy harmadik szó, ez lepett meg a legjobban, ez pedig a liturgia szó. Amit liturgia. Liturgia. Hát ez pedig közmunka, közszolgálatot jelent. Ha erre hív a Jóisten bennünket, vagy az Úr Jézus maga, legyetek az én közszolgálóim, közösségi emberek legyetek, diakónusok legyetek, közösség, közszolgálók, akkor ugye, hogy egészen más? Na most lapozzunk vissza az eredeti történetünkhöz, a tékozló fiú történetéhez, a Lukács evangélium 15. vershez, 15. fejezethez, és gondolkozzunk el egy picit a nagyobbik testvéren. Hogy is olvastuk föl?
Mi történik a nagyobbik fiúval? Az atyának két fia volt. Mintha ez két embercsoportot is jelentene. Van az elveszett fiú, aki elment önként, de ott van a nagyobbik testvér. Mit mond ez a nagyobbik testvér? 29. vers. Ő pedig felelvén mondaná az apjának, ennyi meg ennyi esztendő fogva szolgálok néked. Soha te parancsolatodat át nem hágtam. Mit gondoltok, melyik szó szerepel itt? A rabszolga. Hogy élte meg a nagyobbik testvér az ő atyai házban való életét? Ennyi és ennyi éve rabszolgállak téged. Vajon ki volt az igazi elveszett? Sokszor azt hiszük, hogy azok az elveszettek, akik kint vannak. Mi itt vagyunk. Évtizedeket le lehet úgy élni az atyai háznál, hogy szolgáljuk az Istent. És a Jóistennek az az üzenete ma nekünk, hogy fiak legyünk. Ne szolgáld. Amikor az atya meglátja az ő fiát, aki milyen szándékkal jön vissza, a tékozló. Hadd legyek szolga, mert nálad a szolgának, a rabszolgának is jobb dolga van, mint ott, ahol én voltam eddig. Az atya engedi, hogy kimondja ezt? Hagyja, hogy elkötelezze magát a fia arra, belefolytja a szót. És azt mondja, miután elmondta a lényeget, hogy atyám, vétkeztem ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiad legyek, az atya nem engedi, hogy mondja. Ne mondd ki, fiam, te ne a szolgám akar lenni, hanem te a fiam akar lenni. És gyere, én megteszek mindent, hozom a gyűrűt, hozom az új ruhát, hozom a hízott túlkot, de te a fiam akar lenni. És a Biblia, főleg az Új Szövetség, tel is tele van ezzel, testvérek. Isten vissza akar bennünket fogadni. Galata 4, 6, 7. Mint hogy pedig fiak vagytok, kibocsátatta az Isten az ő fiának lelkét a ti szíveitekbe. Ki ezt mondja? Abbá, atya. Azért nem vagy többé szolga, hanem fiú. És itt a rabszolga szó szerepel. Istennek örököse Krisztus által. Testvéreim, csodálatosak ezek az üzenetek. Ezt kell nekünk megragadni. Ne ragadjunk le ott, ahol a nagyobbik testvér. De ott sehol a kisebbik. Jó nekem az Isten házában, az Isten szolgáltatásában csak egy béresként is. Hallani, hogy nem bánom, hogy kerülök én be az Isten országába, még ha csak egy ajtón állom is, csak ott legutolsóként csak hadd kerüljek be. Hát ebbe is van igazság, de azért ne erre vágyjunk. Isten az ő fiainak akar bennünket fogadni, és azok is voltunk eredetileg. A teremtéskor. Isten örökösei. Azt mondta, mint hogy fiak vagytok, kibocsátotta Isten az ő fiának lelkét a ti szívetekbe. És olyan szép ez a megszólítás. Tudjuk vajon így szólítani a mennyi atyát?
Ez azt jelenti, édesapukám. És nagyon érdekes azt is megnézni, hogy a mi atyánk, hogy imádkozzuk a mi atyánk. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben. Ugye? Miért van ez? Mert az emberben Sátán azt műveli, hogy a mennyi atyáról egy olyan valahol távolban, magasságokon ülő, ítélő, bíró legyen. Ezt akarja. A Biblia pedig nem ezt akarja. Még a fordítás se adja vissza, hiszen van, aki tökéletesen és nagyon jól fordította Károli a Bibliát, és a legjobb a Biblia fordítás az egyik a magyar. Még ő is, hisz olyan korban élt, hogy őrá is hatott a korszellem. Mi atyánként fordítja. Ami önmagában is nagyon szép, de azért mégis a mai embernek az, hogy édesapám, apukám, ezt még szinte szentségtörésnek tartanánk. Pedig az Isten ezt üzeni. Szinte minden lapján a Szentírásnak ne szolgám akar lenni, hanem fiam. Befejezésül csak ennyi gondolatot szeretnék összegezni, hogy az atya visszafogadta a tékozló fiút. Erről szól a leírás. Örülni kezdett mindenki, még táncolni is. Szinte megütközünk rajta. A nagy testvér is megütközött rajta. Mi ez a vigasság? Ének, tánc. Minek kell itt ennyire örülni? A tékozló fiú úgy tűnik, hogy hazaért. Az atya maga mondja, hogy örülnöd kellene, hisz ez a te fiad, vagy hisz ez a te testvéred elveszett, de megtaláltatott. Meghalt, de feltámadott. Azaz, fiam, neked még fel kell támadnod, nagy fiam. Te még nem jártad be azt az utat, amit az öcséd már bejárt. Te még mindig szolgaságnak tekinted. Számon tartod, hogy ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt tettem. Te meg ezt, meg ezt, meg ezt nem adtad. A nagyfiúnak még van dolga. Az atyának még sok dolga van a nagyfiúval. Hát kívánom mindannyiunknak, hogy ő Isten segítsen meg bennünket, hogy fiakká váljunk, és az ő diakónus és közszolgaságát ne tekintsük rabszolgaságnak, hanem vágyjunk arra, hogy fiúk legyünk. Amen. Amen.